Jó reggelt. Ebben a hónapban most kevés a videó. Nem nagyon volt kedvem meg hangulatom csinálni semmit. Karéba vagyok. Mennénk fel a hajóra. Csak kicsit még venyelősen megyett az időben. De ahogy elnézem, már lejöttek a fiúk, úgyhogy lassan indulunk. Piros a lámpa. Zöld. Piros, zöld. Ó. Oh. Visszaesett a bejárat. Goma bácsi is itt sétál, hogy szedje a jegyet. De azt majd ott kell neki odaadni, amikor odaállunk a sorban előre. Jó, postásban vagyok, igen, tudom, és? Ez ilyen. Már mondtam, azért, mert sok van belőle. Meg nagy a hajam, meg kócos vagyok, meg szörös a pofám, tudom, de... Transzmárban volt a hétvége, aztán örültem, hogy megfogadtam ebbe a hideg vízbe. Még ott tovább vizéljek, üdéskedjek főleg, úgyhogy csak alul ereszt. Ezt ami így, de nem is lett volna az a szifon része. Engedtem a vizet, az folyt ki az összes alul. Aztán mondom, megéri ezt, amit tudom én hány eurót itt parkolni. Viszont vannak új mosógépek, és az jó. Az nagyon jó, úgyhogy mostunk is. Ordival mostunk. Most szinte minden ruhát vissza. Kivéve az, ami rajta. Úgyhogy másért nem, ezért megéri a transzmár. Most már végre van értéke annak a parkolónak. Tényleg ezen kívül szart nem ér. Na menten indulunk. Fölfelé. Csapatunk egy világítást. Na. Hajrá. Épp hogy nem ért le azért a találkozás gátlója. Ó, de jó, legszélére megyünk, kurva jó, utolsó nap fog kijönni. Lefülöttem, mert ezt mondtam, nem tudom mindegy.
tele volt turista csoporttal az egész hajó, úgyhogy nem vittem a kamerát, mondom, nekem valaki a személyiség jogaiért picsogjon. Aztán ennyi. Jó bassza, nem adtam be neki, hogy hajózunk. Na mit mondj? A GPS vétel megszűnt. Újra itt, jaj, de nagyon jó.
miatt a kömzörögebbnek az elejébe. Rács nincsen. Hogy rohadjál meg! De jó, mindenki megy az M20-asra. Menjetek csak! Jó van, erre van senki. Hát azért Houstonnál nem megyünk az emelkedőn, na. Nem egy fő partnak annyira, nem egy fő partnak.